Sziasztok! A mai videóban icipicit megkésve, de a decemberi kedvenceimet szedtem nektek össze egy csokorba, és kezdenék a szépségápolási termékekkel, mint ahogy az mindig lenni szokott. Itt van elsősorban egy elég érdekes termék a Kikótól, ami azt hiszem, hogy ez pont egy limitált kiadás része volt. Ez nem más, mint egy ceruza formában testet öltött szájfény. Ilyen termékem van már a Kikótól, amit majdnem el is használtam, illetve az Essence-től van még hasonló termékem, ami a Glossy Stick névre hallgat. Nem tudom, hogy az aktuálisan kapható-e még. Ez, azt nem tudom, hogy mi volt a trendkiadásnak a neve, de ez a Green Me 02-es árnyalat, és amit nagyon szeretek ezekben a ceruzákban, hogy nagyon-nagyon egyszerű őket felvinni. Visszafogottabb színeket választottam, amiket tényleg hétköznap is tudok viselni, munkában sem kell azon gondolkoznom, hogy oké, akkor most remélem, hogy nem az államon kötött ki a rúzsom. És úgy érzem, hogy a formulájuk is olyan, ami amellett, hogy nagyon-nagyon szépen néz ki az ajkakon, mert hát tulajdonképpen ez egy szájfény, ami nem olyan extrémen csillogó, mint egy szájfény, és nem is olyan kis ragacsos, vagy tapadós, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt jobban leírni. Mégis ott marad az ajkakon elég hosszan, és kisimítja az ajkaknak a vonalait. Emellett én úgy érzem, hogy van egy ilyen ápoló hatásuk is, nem tudom, hogy milyen összetevő lehet ez bennük, ami ezt az érzetet kelti bennem. Nagyon szeretem őket, ahogy mondtam, és ez volt szerintem a decemberben legtöbbet használt ajaktermékem. Amellett, hogy még mindig szerelmese vagyok a folyékony ajakrúzsoknak, én azokat munkában nem igazán tartom annyira jó viseletnek, legalábbis abban a munkában, amit most csinálok. Aztán a következő terméket az egyik nézőm ajánlotta, ezúttal is nagyon-nagyon szépen köszönöm neked. Ez pedig nem más, mint a BH Cosmetics-nek a Shade and Define Duo Brow Pencilje, méghozzá a brunett árnyalatban vettem ezt meg. Ez nem más, mint egy szemöldök ceruza, aminek az egyik végén ilyen kis, mint a Micro Brow Pencil, ilyen kis nagyon kis vékony szemöldök ceruzát kapunk, a másik vége pedig sokkal érdekesebb, ez pedig egy ilyen kis, nem fogjátok most ezt így látni, mindegy, ez egy ilyen kis csepp formájú kis vég, amit én nagyon-nagyon szeretek úgy használni, hogy ezzel a kis vékonyan megrajzolom a szemöldökömet, és ezzel a nagyobb részével pedig úgymond kitöltöm, főleg itt elől. Szerintem nagyon-nagyon jó termék, hoppá, majdnem elejtettem. Az egyik legpigmentáltabb szemöldök termékem, még a NYX-től, a NYX Micro Brow Pencil-jét szerettem eddig a legjobban drogériás viszonylatban, és még annál is pigmentáltabb. Tényleg nagyon-nagyon szívesen használom. Azt nem tudom, hogy a tartósága például nyáron mennyire lenne tartós, mert még nyáron nem próbáltam, viszont így most így télire szerintem tökéletes választás. Aztán van itt egy arcápolási és egy testápolási termék, kezdenék az arcápolásival. Ez pedig nem más, mint a Geek & Gorgeous-nek egy szíruma. Én ezt mindig 101-es szírum családnak hívom, de hogyha jól tudom, akkor 101 néven kell őket kiejteni, és ez nem más, mint a 20% az elején származék szírum, amit kellett egy ideig használnom folyamatosan, hogy rájöjjek, hogy ez milyen változást is eredményez az én arcbőrömön. És amit én el tudok mondani róla, én ezt mindig esténként szoktam felvinni a hidratáló krémem előtt. Próbáltam úgy is, hogy reggel rétegezem a hialuronsavas szírumommal, viszont nekem úgy annyira nem vált be, egyszerűen túl sok volt a bőrömnek, és így ilyen kis morzsákban lejött utána a két szírum és az arckrém hármasa. Mindegy, esténként szoktam felvinni, és amit tapasztalok, hogy reggelre, azokon a részeken, ahol hajlamos vagyok kipirosodásra, ez nem más, mint itt az orcáim és az orrom, hát az orcáimon szinte teljesen eltűnt ez a kipirosodás. Természetesen, hogyha megdörzsölöm az arcomat egy picit, vagy hogyha hideg van kint, vagy nem is tudom, akkor ezek még mindig visszajönnek, viszont már nem az áll fent, mint előtte, hogy amikor felkelek reggelente, akkor ott egyszerűen tényleg piros volt az arcom, hanem egyszerűen ezek teljesen megszűntek, és az orromon is, hát mondhatnám, hogy ilyen 80-90%-ban ez megszűnt, és én ezt ennek a szírumnak a javára írom. Nagyon-nagyon szeretem használni, nagyon kellemes, könnyed az állaga, nagyon gyorsan beszívódik a hialuronsavas szírumhoz hasonlóan, amit szintén nagyon szeretek a Geek & Gorgeous-től. És hát még van benne kb. Az egyharmada, de hamarosan újra fogom rendelni, mert tényleg nagyon elégedett vagyok velem. Testápolás kategóriában egy tusfürdőt hoztam, méghozzá a The Body Shop-nak ezt a Frosted Plum névre hallgató havasszia tusfürdőjét.
én oda meg vissza vagyok az illatáért. Nem is tudom, talán 3 éve találkoztam először ezzel a túlsfürdővel a Body Shopnál, és azóta mindig megvásárolom, amikor kijön télen. Iszonyatosan szeretem az illatát, nagyon szeretek ezzel zuhanyozni. Amikor elkezdtem használni, még más volt a flakonnak a külseje, de hogy ilyen kis duci szerintem még aranyosabb, és szeretem, hogy beteríti az illatával az egész fürdőszobát, amikor zuhanyzok, sőt nem csak a fürdőszobát, hanem a lakásba is kiszivárog, és hogy utána a bőrömön is lehet érezni egy ideig. Tényleg nagyon szeretem, tudom nektek ajánlani, hogyha tetszik nektek is ez az illat. Aztán lifestyle kedvencek, ide felírtam egy párat, méghozzá kezdenék zoknikkal. Egyetlen egy párat hoztam ide megmutatni. Ez egy ilyen nagyon cuki kis kaktuszos darab, de van olyan, amin sajtszelet van, van olyan, amin virsli van, van olyan, amin avokádó van. Tényleg nagyon sokféle zoknim van már ilyen kis vicces kategóriában. Ezeket én mindet a H&M-nek a férfi részlegéről szoktam beszerezni, és azt nem tudom mondani, hogy annyira jó a minősége is, mert kicsit kibolyhosodnak mosás közben, hiába mosom kímélő programon őket, viszont nekem egyszerűen jobban indul a napom, hogyha valamilyen kis vicces zoknit húzok fel a virgácsaimra, és árban sem olyan vészesek. Amikor én ezeket a zoknikat veszem, akkor mindig ilyen 2-3-at kap akció keretén belül szoktam őket megvenni. Nem tudom, hogy ez egy ilyen állandó akciójuk az oknikra, vagy én futok mindig bele, de én mindig így szoktam őket megvásárolni, ahogy mondtam a H&M-nek a férfi részlegén. Aztán az egyik kedvencemet láthatjátok is rajtam, és tudom, hogy sokakban ez vagy azt az érzést váltja ki, hogy igen, nagyon jó, vagy pedig azt, hogy úristen, hogy lehet ilyet felvenni. Nekem nagyon tetszenek ezek a fajta kis sapkák, és többet is rendeltem magamnak, viszont ez az egyetlen, ami jó a fejemre, mert hogy ahogy mindenem, a fejem is nagy, és nagyon-nagyon örülök, hogy pont ez a citromsárga lett jó rám, mert imádom a citromsárga színt. Régen nagyon nem szerettem, és nem is tudtam megérteni, hogy hogy lehet, hogy emberek szívesen viselik, viszont most már az egyik kedvenc színemmé nőtte ki magát, és szerintem pont az a jó benne, hogy így egy kicsi színt visz az őszvégi, téli, szürke napokba. Igen, menjünk tovább egy harisnyával, méghozzá egy ASOS-ról rendelt és az ASOS saját márkás harisnyájával. Én nagyon-nagyon sokáig nem találtam megfelelő harisnyát magamra, ami ugye méretben is jó, ami nem csúszik le, ami nem pöndörödik le az oldalán rólam, ami kibírja nélkül, hogy fél óra viselés alatt kiukadna a lába között. Ez tényleg a C&A-ban vásároltam harisnyákat, az F&F-től vásároltam harisnyákat, és még nem is tudom, interneten is rendeltem valahonnan, de egyik sem vált be. És megláttam, hogy az ASOS-nál is van ilyen plusz size harisnya, és úgy voltam el, hogy oké, akkor rendelek egyet, meglátjuk, hogy milyen lesz. Annyira nem volt olcsó, mert azt hiszem, hogy ilyen 13-15 euró körül volt az ára, de úgy voltam, hogy rendelek egyet, hát azóta már rendeltem még kettőt, annyira bevált, és annyira örülök neki, hogy tudok hordani harisnyát az olyan ruháimhoz, amik leggingszán nem néznek ki annyira jól, úgyhogy ha megtalálom, akkor mindenféleképpen be fogom nektek linkelni az infoboxba. Amúgy ez egy relatív sűrű harisnyom, úgyhogy nem igazán lehet rajta átlátni, amúgy fekete színben van meg nekem, de amikor legutóbb néztem ASOS-on, akkor lehetett kapni pirosban és kékben is. Ahogy mondtam, ha megtalálom, akkor mindenféleképpen belinkelem nektek az infoboxba. Van itt egy sál is, ami hát szintén sárga. Annyira nem passzol a sapkám színéhez, de ez engem nem igazán szokott érdekelni, szoktam őket együtt is hordani. És ez a sál szintén ASOS-ról van. Nagyon szeretem, mert nagyon-nagyon nagy, nagyon jó meleg, nagyon jó puha, nagyon tetszik a színe, engem ez is felvidít, és emellett nagyon szeretem, hogy nagyon kellemesen megmarad benne a parfüm, meg úgy emblok az én illatom. És ASOS-ról rendeltem azt is, és hogyha nem mondtam volna, akkor a sapkát is ASOS-ról rendeltem. Ha megtalálom még őket, akkor be fogom linkelni őket nektek az infoboxban. Mit írtam még fel magamnak? Igen, felírtam még egy gyertyát, méghozzá az Aurora Candle-től ezt a karácsonyi varázslat illatgyertyát. Nálunk így karácsony alatt és utána is
szinte csak ez éget, mert majdnem el is fogyott szegénykém, és egyszerűen annyira meghittítette az otthonunkat, vagy én nem is tudom, hogy mondjam, annyira tetszik ez az illat, ami valahogy így ötvözi a... nem tudom, a karácsonyi fűszereknek az illatát, egy nagyon pici fenyőillatot is érzek rajta. Egyszerűen nekem így a tél is a karácsony jut erről az illatról az eszembe, és tényleg tökéletesen beleillett a lakásunk hangulatába karácsonykor. Nagyon-nagyon kellemes emlékek kötődnek ehhez a gyertyához számomra, ahogy az Aurora Candle többi gyertyáját is nagyon szeretem, de ebben a hónapban ez volt az, ami így azt mondom, hogy tényleg a legnagyobb kedvencem gyertyák terén. És a következő, hogyha már karácsonyról van szó, akkor az a karácsonyi dekorációnk, ami én azt hiszem, hogy Instán osztottam is meg képet, hogy milyen dekorációnk van, nem díszítettük fel az egész lakás, karácsonyfánk is. Két karácsonyfa alternatívánk volt, az egyik az egy nagyon-nagyon kicsike kis műfenyő, ami még Martin nagyszüleitől maradt Martinra, és nem is tudom hány éve használjuk mi is, illetve Martin is. Én nem vagyok az a típus, aki nagyon szerettem gyerekkoromban az igazi fenyőfát, viszont én nem vennék igazi fenyőt, nem igazán szeretném ezt támogatni, viszont azt sem, hogy minden évben új karácsonyi dekorációt vásárolok, mert én nem gondolom, hogy erről kell, hogy szóljon az ünnep egyrészt, másrészt pedig, hogy tényleg ennyi pénzt és pénzt kell kidobnunk az ablakon arra, hogy úgymond szemetet vásároljunk, amit a következő szezonban úgyis lecserélünk. Úgyhogy az én karácsonyi dekorációm nagy része az iskola karácsonyi vásáráról került ki, ahol dolgozom. Nagyon-nagyon örültem ennek, hogy itt volt lehetőségem ilyen dekorációs dolgokat is vásárolni, mert ezeket a gyerekek készítették, és az a pénz, amit kifizettünk a termékekért, az a gyerekekhez vándorol vissza, mert hogy ők mehetnek el osztálykirándulásra belőle, ők mehetnek el vidámparkba ebből a pénzből, vagy fagyizni nyáron, és a többi, és a többi. Úgyhogy ez úgymond egy ilyen jó cselekedet, hogyha lehet ilyet mondani. Másrészt pedig saját készítésű dolgokat vásároltam. Így volt ilyen, a másik kis karácsonyfa alternatívánk, az egy ilyen ágylécekből összeeszkávált kis karácsonyfa volt, amit én egy fényfüzérrel tettem egy kicsit hangulatosabbá, amit amúgy fel lehetett akasztani, vagy fel lehet akasztani a falra. Ezt azt hiszem, hogy ezt is lehet látni Instagramon azon a képet, amit így a dekorációnkról megosztottam. Illetve idehoztam még egy pár darab ilyen kis dekor elemet. Ezt is a karácsonyi vásárban vettem, ezt is gyerekek készítették, ahogy látjátok, egy nagyon egyszerű kis fa hasáb, erre van ráragasztva egy aranyjal lefújt dobozka, és egy kis csillag van még ide ráragasztva, amit szintén a gyerekek, van egy műhely az iskolában, és ott tudnak fűrésszel is dolgozni, és egyéb ilyen szerszámokkal, úgyhogy ezt egy-egyben ők készítették. Illetve van itt egy nagyon-nagyon szép, számomra nagyon szép adventi koszorú, ami, megmutatom, szerintem sokan túlságosan csicsásnak tartják. Nekem egyszerűen annyira megtetszett, hogy ennyire színes, ennyire életidám, nem is annyira kifejezetten karácsonyi, mert hogy itt vannak rajta ilyen kis karácsonyi, karácsonyfadíszhez hasonlító dolgok, de itt például mellette van egy gomba, itt vannak rajta ilyen színes pompomok. Nekem nagyon-nagyon tetszett, és biztos vagyok benne, hogy jövő karácsonykor is nagyon szívesen fogom elővenni, illetve van még egyfajta dekoráció, amit használtam, az pedig nem más, mint ilyen kis mézes kalács házikók, ami ugye nem mézes kalácsból van, hanem kerámiából, nem is tudom, hogy mi ez. Ezeket pedig Bolha piacon vásároltam, 2 darabot sikerült kifognom 2 euróért, a 2 együtt, és ezekből szeretnék majd többet. Ebbe ugye bele lehet tenni egy kis mécsest, és akkor ilyen nagyon szépen világít. Nagyon szeretem számomra, nem tudom, annyira hangulatosak ezek a kis mézes kalács házikók, úgyhogy ahogy mondtam, ebből szeretnék majd egy ilyen kis falut kiépíteni valamikor, és ehhez szeretnék majd mindig Bolha piacokon ilyesmire vadászni. Aztán, ha már karácsony, még egy karácsonyi kedvenc, nem szeretem a karácsonyt, de úgy éreztem, hogy a tavalyi, vagy hát a mostani, vagy hát a tavalyi, most már tavalyi karácsony volt az első, amit évek óta egy kicsit is vártam, és relatív jól is sikerült. Amiben közrejátszott az is, hogy elég sokat sikerült karácsonyi vásároznunk. Én imádok karácsonyi vásárra járni, még akkor is, hogyha
kicsit túlárazottnak tartom, és nem túl sok mindent szoktam ott vásárolni, de voltam például Zsófiékkal a kölni karácsonyi vásárban, ott azt hiszem, hogy 3 vagy 4 vásárt érintettünk, ami tök jó volt, egyrészt Zsófiék miatt, másrészt pedig a karácsonyi vásár miatt, aztán voltam Martinnal is karácsonyi vásározni Dortmundban, illetve meglátogattam a barátnőmet Vandát és a másik barátnőmet Petrát Villingenben, ugye Németországnak a déli részén laknak, ott, ahol a Fekete Erdő kezdődik, és átugrottunk Franciaországba, úgyhogy életemben először voltam Franciaországban is, és már csak eleve a közösen eltöltött idő is nagyon nagy kedvencem volt így decemberben, illetve az is, hogy hogy voltunk erre-arra, tényleg nem voltam még Franciaországban, úgyhogy ez a kolmári kis kiruccanás is nagyon-nagyon emlékezetes a számomra, ahol voltam egy francia Sephora-ban is, és a kolmári karácsonyi vásárról is osztottam meg képet veletek Instagramon. Hogyha esetleg nem követtek még ott, akkor az infoboxban megtaláljátok az elérhetőségemet, és hogyha szeretnétek így kicsit nagyobb belepillantást nyerni az életemben, akkor ott szoktam megosztani elég sok személyes jellegű élményt, tapasztalatot, képet, mit eszem ma, hol voltam ma, kivel vagyok, és a többi, és a többi. Ahogy a kolmári karácsonyi vásárról is osztottam meg képet veletek, és egyszerűen gyönyörű, de bármikor nagyon-nagyon szívesen visszamennék. Jó! Azt hiszem, hogy ennyi volt a lifestyle. Nem, de hogy ennyi volt, még van itt 2 darab dolog méghozzá. Én nagyon szeretem a lekvárokat, persze csak mértékkel, de ez az egyik lekvár, ami egy karácsonyi ízesítésű pirosbogyós lekvár. Ezt karácsonyra kaptuk Martinnak az unokahúgától, és hihetetlenül finom. A másik pedig egy kiwi lekvár, amihez hasonló, ez szerintem nekem még nem volt dolgom. Ez pedig szintén az iskolában készítették a gyerekek. Úgyhogy ebből én azt hiszem, hogy összesen vagy 6 üveggel vásároltam. A felét, vagy lehet, hogy többet, mint a felét el is ajándékoztam, de hát azért maradt nekem is természetesen. Viszont most már ennyi volt a lifestyle kedvencek, és akkor jöjjenek az Instagramos kedvenceim decemberből. 2 felhasználót tudnék megemlíteni, az egyik az It's Cat, így kell mondani, és ez pedig, hát macskákról posztolnak képeket, imádom macskákat, nekem is van 2, tudjátok, úgyhogy szeretek macskákról képeket nézni, illetve a The Unit London névre hallgató felhasználó, aki ezen az oldalon, ezen az Instagram oldalon ilyen művészettel kapcsolatos képeket találtok. Én nagyon szeretem a különböző művészeti formákat, és ezek a képek is többnyire nagyon szoktak tetszeni, mind olyan, amit esetleg el tudnék képzelni kinyomtatva a falamon, ugye nagyon-nagyon sok olyat találok itt. Mind a 2 felhasználó profil be fogom nektek linkelni az infoboxban. YouTube-os kedvencem most valahogy nem volt új felfedezettem. Amit szerettem, van egy pár youtuber, akiknek minden videóját megnézem, mint például Fanny Pilgrim, ő egy német youtuber, ugye Mirának hívják a lányt, aki készíti ezt a csatornát, és neki is voltak ilyen vlogmas videói. Ezekből az az igazság, hogy egy idő után becsömörlöttem, viszont a kedvenceimnél végignéztem az összes részt, és Miránál is végignéztem, illetve hogyha magyar kedvencet kell kiemelnem, akkor Ritát tudnám nektek kiemelni. Be fogom linkelni a profiljaikat, mert mind a ketten olyan tartalmat tudtak nyújtani a vlogmas során is, ami számomra végig lekötötte a figyelmemet, végig érdekes volt, és mind a kettőjük személyiségét kedvelem annyira így, csak interneten keresztül ismerve is, hogy végignéztem minden vlogjukat. Jó, zenei kedvenceimet be fogom nektek linkelni az infoboxba. Könyvet olvastam, viszont nem lett a kedvencem, úgyhogy nem teszem ide, és arra gondoltam, hogy a könyves ajánlóimat úgy fogom ezentúl készíteni, hogy több könyvet összevárok, és így több könyvről készítek egy videóban értékelést. Filmes kedvencem viszont van egy, méghozzá Netflixen nem is olyan régen jött ki a Bird Box, Madarak dobozban, vagy nem is tudom, hogy mi a magyar neve, tudjátok, ez a Sandra Bullockos film, és bár nekem is van egy ilyen érzésem vele kapcsolatban, hogy egy kicsit olyan lezáratlan a vége, vagy hát nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy akkor mégis mik voltak ezek a lények, vagy amiket meglátva az emberek utána végeztek önmagukkal, miért jöttek, vagy honnan jöttek, és a többi, és a többi. Szóval vannak kérdések, amikre nagyon szívesen választ kapnék,
de önmagában a film nekem hihetetlenül tetszett. Nekem tényleg szórakoztató, hogy lehet egy ilyen film szórakoztató, de igen, tényleg lekötötte a figyelmemet. Én mindenen félek. Ezen is féltem, és végig izgalmas tudott maradni a számomra, úgyhogy én nagyon ajánlom nektek ezt a Bird Box filmet, hogy nézzétek meg, hogyha esetleg még nem láttátok. És ennyi. Azt hiszem, hogy végeztünk a decemberi kedvenceimmel. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és írjátok meg nyugodtan, hogy nektek mik voltak a decemberi kedvenceitek, hogy milyen könyvet, filmet, sorozatot tudnátok nekem esetleg ajánlani, hogy mit gondoltok erről a sapkáról például, és a többi, és a többi, és találkozunk legközelebb, addig is legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!